ez az egyik legtöbbet használt gép nálunk a műhelybe. Ugye, hogyha valaki bútorokat gyárt, és esetlegesen nem szeretné képviselni azt a vonalat, hogy csak a csavar, akkor ebben az esetben ez a lamellózó, ez más néven lapos tiplimaró, ez nagyon nagy szolgálatot tud tenni. Sokan szokták azt mondani, hogy tök jó, de a dominó az tartósabb. Én úgy gondolom, hogy nem egy dologra való a kettő. Tehát ha tömörfával dolgozok, akkor valószínűleg jobb lesz a dominó. Ha viszont laminált faforgáslappal dolgozok, akkor a lamellózó, vagy a lapos tiplimaró, én úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb megoldás. Arról nem beszélve, hogy lényegesen olcsóbb. Tehát egy dominó az mondjuk, tudom én, egy 65 forint per darab, megközelítőleg van olcsóbban drágább. Lamellóból meg 10-12 forint per darab. Tehát azért meggondolom azt, hogy egy konyhánál, amit egy oldalra rakok belőle 4 darabot, megéri-e nekem dominózni. Biztos, hogy a tartása sokkal jobb lesz, de a célnak ez is tökéletesen megfelel. És ugye ezzel a köldökcsapot helyettesítették, tehát a köldökcsapnak a fúrása az eléggé nagy precizitást igényel. Ráadásul, hogyha esetlegesen nem jó helyre sikerült befúrnom azt a köldökcsapot, onnantól fogva a javítása az vagy úgy működik, hogy levágom, tehát beragasztom, levágom és újra fúrom, és még az sem garancia arra, hogy az jó helyre fog menni, vagy pedig elkezdem farigcsálni körbe a köldökcsapot, ami viszont már a tartását nagyban meggyengíti, tehát minél jobban lefaragom körbe a köldökcsapot, ugye annál nagyobb a ragasztóhézak körülötte, és már is nem az lesz a tartása. Hogyha az embernek van otthon CNC gépe, akkor a köldökcsap az egy tök jó dolog. Én úgy gondolom, minden háztartásban kell egy CNC. Persze. De én azt hiszem, hogy a leggazdaságosabb és a legegyszerűbb módja az a lapos tiplimaró. A gép az úgy működik, hogy van benne egy tárcsa, ezzel a tárcsával kis kör cikket marunk ki a munkadarabból, és ezt a fajta kis lapos tiplit fogjuk belemarni a munkadarabba. Megoszlanak a vélemények a lapos tipli marásáról. Van, aki ezt a derékszögű talpat, ezt egyáltalán nem használja, ugye ezt odakint beszélgettük a Péterrel, hogy ő például ezt berakta a dobozba, aztán azóta ott van neki szinte. Én jobban szeretek ementén dolgozni, mert ezzel tudom állítani a mélységet, vagy hát a magasságát a lamellónak, pozícióját a lamellónak. És itt nem is arról van szó feltétlenül, hogy középre marja be a lapos tiplit, hanem inkább arról van szó, hogyha nem síkba szeretnék lamellózni kettő darab oldalt, hanem azt szeretném, hogy legyen egy nagyon pici visszaállásom. Így. Tehát például egy ABS kilógást szeretnék csinálni neki, akkor ebben az esetben csak és kizárólag ezzel a talppal tudom megcsinálni. Mégpedig úgy, hogy mielőtt nekiállok dolgozni a géppel, nálam ez úgy szokott működni. Először mindig rá szoktam állítani a 18 mm-re, vagy arra a magasságra, amit fogok használni. Ez nem azt garantálja, hogy nekem középre fogja nyomni a csaphelyet, vagy a csapfészket. Csak annyi van, hogy nagyjából jó helyre fogja elhelyezni. És én mindig arra szoktam figyelni, hogy amikor labba marok, akkor az evidens, hogy hova marom. Viszont amikor az élbe marok, ami fölfele van a bútor, vagy a lapnak, az mindig a bútornak a külseje lesz. Ezt el is szoktam látni egy szép nagy X-el, hogy ez mindenhonnan látszódjon. Tehát teszek rá egy X-et, és az biztos, hogy a bútornak a külső fele lesz. Van hozzá porzsák, de ha valaki porszívóval használja, akkor a lehető legjobb az élmény. Jelen esetben a gépnek a jelzéseit használtam. Ugye a két szélére szerettem volna lamellózni, és úgy szerettem volna lamellózni, hogy minél jobban kitegye a szélére. Most látom is, hogy 10-es beállítással
van beállítva, mert nem tette ki teljesen a szélig, de hogyha ezt beállítjuk 20-asra, és újra lamellózom, majd akkor szép nagyot fog marni, és bele fog férni a 20-as lamelló. Tehát a gépnek a beállításait használtam, ez a két vonal az azt jelzi, hogy 20-as lamelló esetén kiteszi a szélére a lamellót, illetve, hogyha nekem ide a kettő közé is kéne raknom, mert beférne, akkor ezt a középső vonalat tudom használni. Ez ugyanitt a talpon is rajta van, sőt, itt is rajta van a jelzés. Följelölöm az anyagnak a szélességét. Ugye, ami nagyon jó a köldökcsappal szemben, hogy a lamellónak oldalirányba egy 4-5 mm játéka van. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ezt oda beteszem, és ezt ide ráillesztem, akkor oldalirányba tudok még többet is, mint 4-5 mm játszani vele. Jó, és akkor most van az az eset, amikor síkot alkottunk a szélével. Tehát ott sík. És hogyha szöget szeretnénk lamellózni, akkor viszont erre a talpra nincsen szükség. Itt oldalt van egy kis csapocskánk, és ezt tudom hajtani, illetve nevezetes szögeknél, mint például a 45 fok, nem a 33,9, 45 foknál meg is akad. Viszont hogyha én ezt így élből kilamellóznám, egy 18 mm-es forgáslapnál, az azt jelenteni, hogy ez nem meg lenne vágva 45 fokba, az azt jelenteni, hogy a túloldalon kinézne a lamelló. Ehhez van egy műanyag talp, amit pluszba rá kell csappintani, és az annyit tesz, hogy megemeli a gépet, és a 45 foknak a tetejébe fog nekünk lamellózni, és nem fog kikukucskálni a túloldalán. Illetve van itt egy csavar, amivel lehet állítani a mélységeket. Ez nem volt olyan hely, ahol állítottuk volna pluszban. Tehát ez mindig fixre van rögzítve, és mindig ugyanaz. Ez a gyári beállítása, és az általában jó is szokott lenni. Tárcsát szeretnék cserélni. Akkor itt van neki egy kis csavar. Kitekerem, ilyenkor el tudom távolítani belőle a csonkot. Itt van benne egy tárcsa és a közepén egy csavar, ami gyakorlatilag pontosan olyan kulcsa nyílik, mint egy, így van, tehát egy sarokcsiszolónál. Itt fölül van egy stopper, ezt benyomom, megakasztja a tengelyt, és már is tudom nyitni a kulcssal a csavart. Amikor zsákot használunk, akkor az előfordul, hogy itt ez a kis garat ez el szokott tömődni. Porszívót használ az ember, akkor ebben az esetben ez egyáltalán nem probléma. Ez főleg amúgy tömörfánál szokott probléma lenni, amikor tömörfát lamellózunk, ugye annak szálas a forgácsa, tehát nem olyan, mint a forgáslapé, hogy por jön ki belőle. Szálas forgásnál itt nagyon gyorsan el tud tömődni, de viszont, hogyha ráteszik a porszívót, akkor ez egyáltalán nem akadály. Tehát ez nem probléma. Én úgy gondolom, hogy végigmentünk az összes gépen. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm.